szimbólum, én azt gondolom. Az elvtársi mutyit megszüntettük, aztán azokat a romokat, amelyeket itt is megtapasztalunk, azokat eltakarítjuk, és az egészet újjáépítjük, és szebb lesz, mint volt. Mert egyébként, ahol most állunk, ez egy működő napközis tábor volt, és éppen azoknak a gyerekeknek hozták létre néhány évtizeddel ezelőtt, akik szociálisan leginkább rászorultak, akiknek a szüleik nem engedhették meg, hogy különböző nyaralásokat tudjanak vagy együtt, vagy külön-külön a gyerekeknek kifizetni. Azok a gyerekek itt töltötték a mindennapjaikat, és azt gondolom, mert én is tanárként többször voltam ilyen gyerekekkel ugyanezen a területen, nagyon jól érezték magukat, nagyon jó célt szolgált ez a tábor, és a gyerekek itt nagyon hasznosan tölthették el a szabadidejüket. És ebben rondítottak bele az elvtársak, akkor, amikor először megszüntették ennek a medencének a használatát. Ez a medence akkor egyébként körülbelül olyan 1 millió forintból lett volna üzemeltethető 3 hónapon keresztül. Ehelyett egymásnak fizetgettek több 10 millió forintot, talán sokan emlékeznek még rá. Akkor itt a Fidesz 2002-ben tartott egy sajtótájékoztatót az üres medence telezseb címmel. Majd végig meghamisítottak mindenféle adatot, hogy minél kisebb kihasználtságúnak tűnjön, ahogy ezt szokták. Minél kisebb kihasználtságúnak tűnjön ez a tábor, és aztán eladták. Eladták egy offshore cégnek, de egy iskolát is eladtak. Megszüntettek egy iskolát, azt is eladták egy offshore cégnek. Mindenféle ingatlan cserék voltak, és utána pedig hát szerették volna azt a látszatot kelteni, mintha itt lakópark épülne. Már nem tudom elképzelni, hogy ez valós indok lett volna, de az itteni emberek fellázadtak a lakópark ellen is, hiszen ez a terület ez nem lakóparknak való, ráadásul nem olyan lakóparknak, amit ők terveztek ide, több száz lakással, ami egyébként több száz autót jelentett volna itt a környéken. Hát ez Csepel legbarátságosabb és legértékesebb része, ez a kis Dunapart. Nos, azért nagy siker, mert ugyan így vettük át, így vesszük át ezt az egész területet, ahogy most kinéz, de végre megint köztulajdonba kerül. Tehát megállítottuk azt, amit az elvtársak szerettek volna ezen a területen, és megállítottuk azt, aminek a következménye szintén az elvtársaknak a működése volt, amit itt láttunk, és most lehetőséget kapnak a csepeliek arra, hogy ezt az egészet újjáépítsük.